Köszöntöm Önöket! Az XVTV Hírtükör című műsorát látják. Nézzük, mi történt az elmúlt héten a kerületben. Megnyílt Szombathelyen az Örökségünk a madarászok kiállítás. Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Versengő séta, a költészet újra felfedezése. Csütörtök délután Szombathelyen mutatkozott be a madarászhagyaték, a 15. kerület legértékesebb gyűjteménye. A Madarász Viktornak és lányának emléket állított tárlat hosszú ideig lesz távol, de lehetőséget ad arra, hogy a kétségkívül páratlan értéket a kerület határain kívül is megismerjék. Több mint 200 kilométert utazott a 15. kerület legértékesebb gyűjteménye. Csütörtök délután óta ugyanis Szombathelyen látható a Madarász Viktor és lánya Madarász Adlen munkásságát összefogó és bemutató kiállítás. Szombathely az ország 10. legnépesebb városa, több mint másfél évig látja vendégül a 15. kerületi kulturális örökségháza és helytörténeti gyűjtemény állandó kiállításának alapját képező gyűjteményt, amely így világ, de legalábbis országhódító útjára indulva a lakosság számában a 15. kerületihez hasonló nagyvárosban mutatkozhat be elsőként. Az Örökségünk a madarászok címet viselő kiállítás eredetileg tavaly ősszel nyitott volna Szombathelyen. A költözést akkor a hirtelen és drasztikusan emelkedő energiaárak lehetetlenítették el. Most, fél évvel később azonban az utolsó akadály is elhárult a vendégszereplés elől, így a kerület méltán neves hagyatéka végre bemutatkozhat az ország legnagyobb múltra visszatekintő városában. Az Örökségünk a madarászok című kiállításnak az apropója a 15. kerületi helytörténeti gyűjtemény madarász hagyatéka. Számos olyan évfordulót ünneplünk meg ebben az évben, 2023-ban, mint az 1848-as, 49-es szabadságot, és úgy gondolom, hogy Madarász Viktor eszménysége több ponton is kapcsolódik a Schmidt Múzeumban található gyűjteményhez. Összesen 13 festményt hoztunk el magunkkal, és 8 darab bútort, ami azt gondolom, hogy egy egészen különleges milliót eredményez itt a kiállító térben, hiszen a Kelenhegyi műtermet láthatjuk egy az egyben. Alapvetően szerettük volna a hangsúlyt az apa és a lánya kapcsolatára, tehát a két művész, a két madarász hagyatékát bemutatni. A 48-as szabadságharc kiemelkedő szerepet kapott ebben a kiállító térben, illetve Adlen és a hagyatéknak a továbbélése volt még egy kifejezetten fontos pontja a kiállításnak. Az a különlegesség ennek a madarász kiállításnak, hogy mi is tudtunk hozzáadni anyagot. Tehát ez valahol a mi kiállításunk is egy picikét a mi tereinkbe, de mégis a 15. kerületi gyűjteményről van szó. És azt hiszem, hogy a hagyatékoknak a sorsa és hagyatékoknak a kérdése is felmerül ebben a kiállításban, tehát nem csak egy csodát láthatunk itt, egy kis ékszerdoboz, hanem muzológiai kérdéseket is felvehetünk ezzel kapcsolatban, hogy mit csináljunk a hagyatékokkal. És azt hiszem, hogy a hagyatékoknak nem csak valahol a raktár mélyébe kell aludniuk és pihenniük, hanem igenis be kell járniuk az országot, és meg kell mutatni. És a madarász kiállításnak az a különlegessége, hogy Madarász Viktort mindenki ismeri. Még iskolás korában is, azt hiszem, hogy a mostani gyerekek is nagyon jól ismerik a képeit, és pontosan ebben a kiállításban nem ez van bemutatva, hanem az ember, aki mögötte állt, és a családja, és azt hiszem, hogy éppen ezért itt Szombathelyen nagyon-nagyon jó helyen van, pont a Schmidt Múzeumban, ami szintén egy hagyatéki kiállítás. A Schmidt Múzeum Szombathely egyik leglátogatottabb múzeuma, amely dr. Schmidt Lajos magángyűjteményéből alakult meg, de a régészként és orvosként egyaránt ismert alapító által felajánlott, a múzeum állandó kiállításának pillérét jelentő tárgyak mellett számos olyan relikviát is őriznek a falak között, amely a korszakot illetően szorosan illeszkedik a Madarász Viktor nevével fémjelzett történeti korhoz. Nagyon jó helyre került a kiállítás, pontosan azért, mert ez az a múzeum, ahol minden van, és ennek köszönhetően találtak olyan műtárgyakat, amelyek pontosan beleilleszkedtek ebbe a madarász hagyatékba. Gondolok itt az 1849-es szabadságharcra vonatkozó műtárgyakra, de akár Madarász Viktor egyéb más életéhez hozzátartozó műtárgyakra is, amivel kiegészült ez a gyűjtemény. Nagyon népszerű az intézményünk, és úgy gondolom, hogy maga Madarász
Madarász Viktor neve, illetve lányának öröksége is nagyon sok látogatót tud ide vonzani, és meg tudjuk mutatni azt, ami Budapesten a 15. kerület éke, értéke volt eddig, és szerintem mind a két intézmény nagyon jó, hogy egy vidéki településen is ez bemutatást tud kapni. Schmidt Lajosnak a gyűjteménye az ókortól egészen napjainkig tart, tehát a 20. századig tartott, de mégis a legerőteljesebb gyűjteményünk az ő hagyatékában, pontosan ez a korszak, ami Madarásznak a korszaka, és nálunk a Schmidt Múzeumban van az 1848-as, 49-es szabadságharcnak az anyag, egyébként más gyűjteményünkben alig-alig van egy-egy darab, és azt hiszem, hogy ez Madarász Viktornak is egyfajta öröksége, hogy ezt itt még inkább be tudjuk mutatni. Én úgy hiszem, hogy ez egy olyan értéket képvisel, amely nem csak a szombathelyeknek, hanem Vas megyéknek, de akár a határon túlról is vonzani fog embereket azért, hogy egy kicsit a történeti festészet, a nemzeti romantikai festészetnek a bemutatását átéljék, megéljék, és Madarász Viktor mellett lánya Adeline művészetét is megismerjük, és az ő nem mindennapi életüket. Egy kiállítás, ha vendég szerepel valahol, nem csupán saját kulturális értékét képviseli, hanem annak honos múzeumáét és településéjét is. Ilyen formán az örökségünk a Madarászok címen csütörtök délután óta Szombathelyen látogatható tárlat egyfajta kultúrmissziós szerepet is betölt. Az, hogy a kiállítás ide jöhet a Szombathelyre, szerintem ez nagy reklámértékkel bír mind a 15. kerületnek, mind Szombathely városának, és én nagyon örülök egyébként, hogy más is fogékony arra a műkincs gyűjteményre, amit a 15. kerület őriz, illetve hagyatékba kapott a Madarász családtól. Azt hiszem, hogy ma ismételten bebizonyosodott, hogy a kultúra és a művészet az egy nagyon jó diplomata, talán a legeslegjobb diplomata két fél között, adott esetben Budapest 15. kerületi önkormányzata és Szombathely megyei jogú város között. Én úgy gondolom, hogy az, hogy itt van most ez a kiállítás, ez egy alap, és ebből lehet majd továbbfejleszteni a kapcsolatokat, azért Szombathely nagyon nagy kulturális értékkel bír, és akármilyen fesztiváljára is gondolhatunk, akár abban be tudunk csatlakozni, illetve a szombathelyi múzeumoknak a tárlatát esetleg Budapesten 15. kerületben is ki tudjuk majd állítani. Én nagyon remélem, hogy tényleg ez egy első lépés, és innentől kezdve pedig folytatni tudjuk ezeket a kapcsolatokat. Az örökségünk a Madarászok címet viselő kiállítás hosszú ideig lesz távol. 2024. december 31-ig Szombathelyen a Schmidt Múzeumban vendégeskedik a gyűjtemény. Hogy utána mi lesz a sorsa, hazatér a 15. kerületbe, vagy tovább utazik más városba, még nem tudni. Az azonban egészen biztos, hogy addig is kulturális diplomáciai kapocsként szolgál a kerület és Szombathely között. Nincs még egy olyan borzalmas és ördögi fejezete az emberi történelemnek, mint a holokauszt. Pusztán a különbözőség okán, mondva csinált indokkal milliókat megölni. Erre nincs és nem is lehet elfogadható magyarázat. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján ennek az embertelen pusztításnak a hazai áldozataira emlékezünk. Április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. A dátum szimbolikus, 79 évvel ezelőtt, 1944-ben ezen a napon kezdődött meg a gettósítás Észak-Kelet-Magyarországon és Kárpátalján. A több mint 700 ezer magyarországi zsidó közül azokat, akik nem tudtak időben elmenekülni vagy menedéket találni, gyűjtőtáborokba, úgynevezett gettókba zsúfolták, ahonnan a következő egy év során megállás nélkül szállították át a haláltáborokba. A vidéki zsidóság gyakorlatilag teljesen megsemmisült, a budapestiek közül is csak alig 100 000-en menekültek meg. Erre a szégyen teljes időszakra és ezekre az ártatlan áldozatokra emlékezünk minden év április 16-án. Minden elfelejtődik, és hogy már nincsenek tanúk, elég nehéz emlékezni, és a zsidóknak a feladata, a zsidóknak a törvényszerűsége, törvényben van adva, hogy emlékezzünk, ahogy a holokauszt áldozataira, úgy más fontos dolgokra is. Igen, azt hiszem, hogy nagyon nehéz most emlékezni, nagyon nehéz lesz ezentúl emlékezni, hisz a holokauszt, ez a, és egyáltalán a világégés, és benne a zsidóknak, a 6 millió zsidónak az elvesztése, az precedens teremtett, és a történelemnek semmi tanulsága nincs, csak az a precedens, hogy ami megtörtént egyszer, az már megtörténhet újra. Az emlékezetünkkel nem csak a halottakra emlékezünk, hanem figyelmeztetjük a világot arra, hogy erőltetni kell, erőt kell befektetni ahhoz, hogy ez ne történhessen meg, nem csak a zsidókkal, más népekkel is.
Minél több idő telik el, annál kevesebben maradnak, akik mesélni tudnának. Már csak ezért is fontos emlékeznünk, mert lassan az emlék lesz az egyetlen, ami megmarad a több százezer áldozattá vált honfitársunk után. Nem ünnep, de jeles nap. Április 22-e a környezetvédelem, a zöld gondolkodás, az egyéni felelősségtudat, a jövőbe való befektetés, röviden a Föld napja. Hogy az ember nem tesz jót a bolygónak, ma már mondhatni közhely. Nincs még egy olyan élőlény, ami annyi kárt okozna saját élőhelyének, mint mi. Sokan felismerték már a helyzet tartatatlanságát, de amíg a lustaság és a kényelem a fejlődés motorja, addig igen nehéz lesz bármin is érdemben változtatni. A változtatás ugyanakkor történhet kis lépésekben is, olyan kis lépésekben, amik könnyedén beilleszthetők a mindennapokba. A szemét szelektív módon való gyűjtése is ilyen, és bár nem élünk még vele, különösen régen, ma már senki sem kérdőjelezi meg a hasznosságát. Sőt, ahogy az sok másra, a környezettudatosságra is igaz, hogy nem lehet elég korán kezdeni. A gyerekek a legjobb alanyok erre, hiszen minél korábban teszik magukévá a zöld gondolkodást, annál inkább valószínű, hogy annak megfelelően fognak élni. A Föld napja bár csupán egyetlen nap az évben, erről a tudatosságról szól. Az ebből az alkalomból szervezett programok és rendezvények játékos formában ugyan, de abba az irányba terelik a gyerekeket, aminek a gyümölcsét éppen ők élvezhetik majd sok-sok év múlva. Célunk az, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, és játszva tanuljanak. Ugyanis ezek a játékok mind olyanok, ami otthon elkészíthető, hulladékból elkészíthető, akár a családi program is lehet, kimennek a kis erdőbe, hogyha panelba laknak, vagy a kertbe, elkészítik ezeket a játékokat. Tehát mi ötletet is adunk a szülőknek, a gyerekeknek, az óvónéniknek, hogy milyen egyszerű játékok is elkészülhetnek hulladékból. Ezek a gyerekek már szerencsére ebbe születnek bele. A környezettudatosság az ma már még aktuálisabb talán, mint egy 10-20 évvel ezelőtt, és a gyerekek teljesen ebben nőnek bele. Tehát szelektíven gyűjtjük az óvodába a hulladékot, mindent újrahasznosítunk, és illetve ilyen csapatépítő programokon is van lehetőségünk részt venni. Nem kell nagy dolgokra gondolni tehát, ahogy a szemetet sem csupán elhajítja az ember ott, ahol éppen jár, úgy a hulladék szétválogatásához sem kell különösebb erőfeszítés. Persze, ahogy mást, úgy ezt is meg kell egyszer tanulni, de a kellemetlen iskolai magoláshoz képest ez játszva, szórakozva is megtörténhet. Ezek mind az újrahasznosítás nagyon fontos elemei. A hulladékhorgászat is erről szól, de a karikadobáló, az úzda, a konzervdoboz, meg egy rongylabda, vagy akár az oknit összetekeri, mind olyan játékok, ami fejleszti a gyereket, ráébreszti a gyereket arra, hogy minimális erőbefektetéssel, illetve anyagi befektetéssel, nulla anyagi befektetéssel milyen jó kis játékokat lehet játszani. Azért is vagyunk most itt, hogy játékos formában nekik ez teljesen hétköznapi most már, hogy egy játék egy újrahasznosított műanyag flakonból készül többek között, vagy pedig amit dobálunk, egy ilyen dobálós játék, az például egy fémdoboz, amit más ember csak laposra taposva kidobna. Mi ezzel szemben egy játékot készítünk belőle, majd ezt később, hogyha már nincs rá szükség, laposra taposva kidobjuk. És ezt az óvónénik is ugyanúgy hazaviszik. Tehát, hogy ezt azt gondolom, hogy globálisan ez mindenképpen egy nagyon jó kezdeményezés. Ahogy közösségi, úgy bizony egyéni szinten is felelősséggel tartozunk a környezetünkért, szülőként, pedagógusként pedig pláne, hiszen ők azok, akik példát mutatnak. A gyerekek őket figyelve tanulnak és alakítják, formálják személyiségüket, a jó és a rossz példát egyformán magukévá téve. Akiben van egy kis felelősségtudat, az jó példát igyekszik mutatni. Nekünk nagyon fontos, hogy ezeket továbbítjuk, a szemléletformálást, a prevenciót egy picit előtérbe helyezzük, de mindezt úgy kell csinálni, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, játszva tanuljanak. Ugyanis ha játszva tanulnak, sokkal jobban megragad bennük, mintha csak be kell magolni. Ha a szülő nem is így gondolkodna, a gyerek hazaviszi az intézményekből az ilyenfajta gondolkodásmódot, mint hogy például az újságot újrahasznosítjuk, gyűjtjük a papírt, szelektíven gyűjtünk minden hulladékot, újrahasznosítunk mindent, és ez a gyerekeknek a mindennapjában és a tudatosságukban benne van már. Nem kétszer tapasztalom azt, hogy már rászól a gyerek a szülőre, sőt már mondják a gyerekek, hogy Pingvin Pityu bácsi, rászóltam a szülőmre, apura, mert a fémdobozt, amikor megitta, nem oda tette, ahova kellett volna, nem a szelektívbe, hanem a rendes kukába. Ennél nagyobb dicséret nem kell, tehát ennél jobb visszajelzés nem kell, tehát nekünk nem kell elismerés, nekünk az az elismerés, hogyha a gyerek továbbadja azt, amit itt megtanult. Ez olyan élmény, amit hazavisznek, és hogyha hazaviszik, akkor már nyertünk.
nyertünk mi szülők, nyertünk mi pedagógusok, illetve a kerület is, mert ezek a gyerekek már jobban oda fognak figyelni a környezetre, és talán szebb környezetünkben fogunk tudni élni. Bár a földnapja, mint jeles nap, csupán 24 óra az egész évből, mégsem csupán arra bizonyos 24 órára korlátozódik mindaz, amiről szól. Nem, ez csupán az a nap, amikor minden más elé helyezve felhívjuk a figyelmet arra, aminek a többi 364 napon is természetesnek, magától értetődőnek kellene lennie. A költészet a legtöbb ember számára megmarad iskolai tananyagnak, ami aztán a lehető legritkább esetben kerül elő a későbbiekben. Lehet azonban tenni azért, hogy ez ne így legyen, csak meg kell találni a módját. A Magyar Költészet Napja alkalmából sokan ragadnak verses kötetet és bíztatnak másokat is ugyanerre. És vannak azok, akik az élménypedagógiában hisznek, vagyis abban, hogy a költészetet meg lehet szerettetni úgy is, hogy az ember önmaga szórakoztatására veszik el a költemények között, és nem azért, mert a közvélekedés szerint illik. A Csokonai és a Verséker együttműködése csak egy példa az utóbbira, de annál rendhagyóbb példa. A játékosságot és az azzal szorosan összefüggő kíváncsiságot hívja elő, illetve ébreszti fel az emberben azzal, hogy szórakozássá teszi a költészetet. Vasárnap néhányan vették is a bátorságot, és mertek lelkes gyerekként vetélkedni egymással. 11 állomáson teljesítettek feladatokat időre, pontokért, mindezt a költészet nevében és érdekében. A felkérés úgy szólt, hogy csináljunk egy helytörténeti sétát, ahol érintjük a 11 költőről elnevezett utcát. Aztán csak hamar elkezdtük ezt egy kicsit kombinálni, rájöttünk, hogy jó lenne egy olyan sétát csinálni, ahol nem csak úgy egyszerűen így vonulgatunk, hanem valami kis kalandot teszünk bele. És azt gondolom, hogy a Versékernek ez a sajátossága, hogy nem egy az egyben csinálunk dolgokat, hanem koktélként tálaljuk. Úgyhogy ezt is beletettük a 11 költőt, a környéket, a helytörténeti adottságokat a sékerbe összeráztuk, és így született ez a versengő városi séta, ami tulajdonképpen egy társas játék lett, és a résztvevők maguk csoportokra oszolva vándoroltak a térkép által kijelölt területen, és ott kellett feladatokat teljesíteniük, küldetési célpontokat kellett elérniük, és közben hirdetések formájában, ez a klasszikus retro letépős cetlis hirdetések formájában helytörténeti és irodalomtörténeti információkat kaptak. A játékon túl természetesen az iránymutatás is fontos, vagy fordítsuk meg, az iránymutatásnak csupán eszköze a játék, célja a költészet felé fordulás igényének megteremtése. Bár az ilyesfajta nevelést inkább gyerekek körében szokás alkalmazni, a felnőttek legalább annyira élvezik. Mindig van egy edukációs része, én így fogalmaznék. Ez részemről ilyen kicsit ilyen missziós jellegű, hogy ne csináljak olyan műsort, amiben nincsen edukáció. Tehát ez egyúttal a kicsit a hátulütője is az én szakmámnak, mert pont ezért sajnos sokszor kevesebben jönnek csak el, de viszont aki eljön, az igazi élménnyel gazdagodik, és ezért nagyon megéri. És közben pedig a játék az a lényeg, tehát hogy játék nélkül szerintem nincs fejlődés. A játék az emberiség fejlődésének kulcsa, úgyhogy aki tud társasozni, aki tud versengeni, aki tud játszani, az fejlődésre van ítélve. És szerintem ez a legjobb módja ennek a fajta versengésnek, a kiélésének. Az elmúlt egy hét alatt kiderült, hogy igenis van létjogosultsága az ilyen és ehhez hasonló felnőtteknek szánt játékoknak. Hogy lesz-e folytatás, és ha igen, milyen formában és mikor, egyelőre nem ismert, az azonban egészen biztos, hogy jelentkező lesz rá. Karafiát Orsolya költő volt a vendége annak a beszélgetőesnek, melyen a versekhez fűződő viszonyáról mesélt, és arról, mit jelent neki költőnek a költészet. Kultúrdémon. Egyszer így definiálta önmagát Karafiát Orsolya, pedig távol áll tőle mindaz, amit a jelző alapján feltételeznénk. És távolabb nem is állhatna, még más gyerekek azzal vannak elfoglalva, hogy a szó igazi értelmében gyerekek legyenek, addig ő 7-8 éves korában már verseket és darabokat írt és adott elő. Bár saját bevallása szerint eredetileg nem is azt az utat választotta volna, amit mi ma ismerünk, a költészethez zsigeri módon vonzódik, és talán mondhatjuk, a génjeiben hordozza mindazt, ami a vonzalmat fűti.
általános iskolás voltam, valahogy versekben fogalmaztam, mert nekem a családomban, ugye anyukám is mindig nagyon sokat mesélt, meg ugye a versek, mesék mindig ott voltak, és én is így fejeztem ki magam, és ezeket nem is mindig írtuk le, és akkor általános iskola másodikban kicsit unatkoztam, és ott a házi feladataimat írtam versben, és a magyar tanárnőm a helyi labba betette Csacskaságok címmel, annyira tetszett neki, és akkor mondta először, hogy a kis költő. És akkor nem is így gondoltam magamra, csak hogy a versek meg a rímek teljesen természetesek voltak. Talán ez volt így a legelső, de én azért, amikor gyerek voltam, inkább kis novellákat meg meséket írtam, és azokat fűztem össze, meg azokból csináltam ilyen maga, meg színdarabokat magamnak, meg a családnak. Például az első, amit a családnak már elő is adtunk, így a barátaimat, meg a rokon gyerekeket, unokatesóimat kényszerítve, az azt hiszem 9 éves lehettem, és a nyaralunkban a pincét rendeztük be színházteremnek, és akkor ott csináltunk, nyáron kint nagyon nagy meleg volt, de iszonyú hűvös a pincébe, és akkor ők is örültek, hogy akkor ott ők ott beborosztak, mi meg ott előadtuk, ahogy mondták, az én remek műveimet. Nekem ez így az életem része volt. Én zenélni is tanultam, tehát hogy én zenész akartam első körben lenni, aztán pedig biológus, és biológia tagozatra is mentem gimnáziumba emiatt, de már akkor már elég sokat írtam, de igazság szerint még később is, amikor jelentkeztem ugye tovább tanulni, akkor sem a magyar volt az elsődleges, tehát könyvtárszakra mentem, mert kutatni szerettem volna, tehát könyvtártudománnyal foglalkozni. Ez úgy unalmasan hangzik, de akkor talán már a fejemben volt, hogy lehet, hogy az írás lesz az utam, de azért az ugye nem tűnt olyan dolognak, amiből mondjuk esetleg meg is lehet élni. Hogy Karafiát Orsolya viszonya a költészettel olyan, mint egy előre elrendelt, de legalább szerelmen alapuló házasság, azt nem csak életútja, de a világ szemlélete is hülyen és őszintén tükrözi. Aki látta őt a legutóbbi beszélgető este a Csokonaiban, az első kézből tapasztalhatta, milyen erővel, milyen a végtelenbe húzó mágneses delejjel képes valakit beszippantani a költészet, hogy aztán soha ne eressze, de cserébe múzsaként az egész világot felkínálja neki. Hétköznapi hős, a Gergely Alexandra Emlékdíj idei nyertese, dr. Fodor Réka. Elkészült a kerületi klímastratégia, a szemléletmódváltás lenne a kulcs. Kisgyermekesek, figyelem! Jövő héten lehet beiratkozni a bölcsödékbe. Hétköznapi hős, aki a hősökhöz hasonlóan nem látja magát különlegesnek. Dr. Fodor Réka missziós orvos bizonyult idén méltónak a Gergely Alexandra Emlékdíjra. 16. alkalommal született hős a Gergely Alexandra Alapítványnak köszönhetően. 16. alkalommal bizonyult valaki méltónak arra, hogy a hétköznapi emberek közül kiemelkedve példát mutasson. A Gergely Alexandra Alapítvány azokat díjazza immár 16. éve, akik nem mindennapi körülmények között tesznek nem mindennapi dolgokat. Köztünk vannak többen, mint hinnénk, csak éppen nem hallunk róluk, mert ők nem tekintik önmagukat hősöknek. Nagyon konkrét kritériumok nincsenek, annyi, hogy az élet bármely területén példaértékű legyen, közösséget teremtsen, és jót tegyen, önzetlenül jót tegyen másokkal. Gergely Alexandra, akinek a nevét az elismerés viseli, csontdaganatos megbetegedésben Ewing szarkumában halt meg 16 évvel ezelőtt. Betegsége alatt blogot vezetett, megosztva követőivel mindennapi örömét, bánatát, több tízezres olvasótáborával az egyik legnépszerűbb, legolvasottabb bloggernek számított. Online naplója nem csupán neki jelentett sokat, de követőinek is erőt és hitet adott, elsősorban pozitív életszemléletével. Még ha a végső nagy csatát el is veszítette, emléke díj formájában megmaradt és tovább él. Idén dr. Fodor Réka háziorvos bizonyult méltónak a díjra, és mint a hétköznapi hősök általában, egészen az utolsó pillanatig ismeretlen volt a díj alapítói számára. Nem véletlenül, bár hosszú évek óta tevékenykedik missziós orvosként Afrika eldugott szegleteiben, ő ezt nem a hírnévért vagy az ismertségért teszi. Amikor már eldőlt, hogy az övé a díj, ugye akkor megrendeltem a könyveit, ő még akkor se tudta, hogy miért, és akkor, mikor én már kiolvastam a könyveket, hát január elején szoktuk bejelenteni, akkor én felhívtam a Rékát, és mondtam, hogy akkor lenne egy közös projektünk.
Én láttam, hogy az Éva vesz egy könyvet, én nem ismertem őt a webshopból, Afrika webshopból, tavaly télen. Ezért ismerős volt egy picit a név, hogy ő egy vevőm. Utána jött egy e-mail, mert a könyvben benne van az e-mail címem, hogy szeretne valami projektet, és ő egy orvos kolléga. És amikor kiderült, hogy mi ez a projekt, akkor én hát majdnem elsírtam magam, mert ezt nem is értettem, hogy hogy kerülök én ebbe az egészbe. És igazából kiderült aztán persze, hogy mi ez a díj, meg kiderült az, hogy miért engem választottak, és most már teljesen máshogy gondolkodom, de akkor én teljesen meg voltam illetődve, és úgy lefagytam, hogy hát és akkor most mi van, ahogy van. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok egyébként, de az én életművem az igazából egy csapatjáték, tehát én azért nem érzem annyira azt, hogy ezt én kaptam, hanem hogy ezt mi kaptuk, akik itt volt ugye a teltház, mert én az adományozóimat hívtam meg, a barátaim azok, meg hát azokká váltak az évek alatt, és ő nélkülük én sehol se jutottam volna el, tehát igazából ez a mi díjunk. Missziós orvos nem egyik pillanatról a másikra jobb hián lesz valakiből. Dr. Fodorék a kíváncsisága jóval korábbról fakad. Én 12 évesen olvastam Albert Schweitzert, neki egy önéletrajzi írását, és láttam azt, hogy egy nagy, fehér óriás, meg sok kicsi fekete gyerek, és én tudtam, hogy missziós orvos leszek. Csak 30 évig elfelejtettem, illetve hát már nem hittem benne, hogy ez megvalósulhat, és utána sokkal később egy ugandai misszióval kezdődött az egész 2015-ben, de attól az álom az még 12 éves koromban született meg. Én már az első utam után azon gondolkodtam a gépen, repülőn visszafele, hogy hogy tudnék visszamenni, akkor még nem volt meg az Afrika alapítvány, és azért kezdtük el a férjemet írni az Afrika könyvet, mert ő író, és hogy akkor abból a könyv bevételéből vissza tudok majd egyszer menni. Tehát már azon gondolkodtam, ezért kezdtük a könyvet írni. Csak annyira sok könyvet kellett volna írni, mert ha kiszámolod, hogy egy könyv az egy gyerek életét menti meg mondjuk egy maláriába, és mondjuk 1000 könyvet elasz, ami azért sok, de 1000 gyereket én 5 nap alatt meg tudok vizsgálni, hiszen 200 gyerek egy nap simán befér, vagy 200 beteg. Hát mondom, akkor az 80 évre visszamehetek, és így kezdtük el az alapítványt bejegyeztetni, hogy akkor más forrásokhoz is tudjunk folyamodni. Most már sokan tudják, hogy jó helyre megy a pénz, meg látják a tévében, hogy kiosztom a szó szerint a rászorulóknak a rizst vagy a gyógyszert, de az elején, amikor én nem tudtam semmit megmutatni, akkor nagyon kevesen támogattak, és ez egy hosszú folyamat volt, amire meg tudtam mutatni, és úgy most már igazából tényleg a hatványozódás elve folyik. A díjat ugyan itthon vette át, de nem sokára újból terepen lesz. Már folyik a következő misszió szervezése, hogy néhány hét múlva újabb életeket menthessen. Majd júniusban megyek vissza Nigériába, mert most csak előkészítjük egy pár napra azt az utat, ami majd júniusban lesz. Nekünk már most hónapokkal ezelőtt Indiából meg kell szervezni a gyógyszerek kiszállítását, sátortáborokat kell építeni, fel kell húzni tulajdonképpen 2-300 emberre elég gyógyszert, vizsgálóasztalt, mikroszkópot, labort, generátort, mert nincs áram, ugye. Tehát ez nem úgy van, hogy kimegyek, aztán hopp, hanem amikor már minden meg van építve, meg logisztikailag meg van csinálva, akkor mehet a misszió. Például csak az egy fő ember, aki főz. Mert ugye naponta 3-szor eszek mondjuk, de nincs hűtő, meg áram. Tehát, hogyha mondjuk te nem... Te elkezdesz főzőskézni, akkor mikor gyógyítasz? Tehát csak egy ember van, aki megbízhatónak kell lenni, hogy ő tényleg friss kaját ad, és ne legyek tifuszos, vagy mondjuk kolerás. Dr. Fodor Réka a korábbi díjazottakhoz hasonlóan azzal szolgált rá az elismerésre, hogy kioldhatatlan lelkesedéssel minden nehézség és akadály ellenére szívből szolgál és tesz másokért, mások boldogulásáért. Az ő esetében ez az életmentést jelenti, eddig több ezer emberét. A globális éghajlatváltozás ellen lokális szinten is lehet tenni, de a folyamat hosszú és drága, ráadásul egyelőre olyan akadályokat kellene legyőzni, amihez szemléletmódváltásra volna szükség, döntéshozói és egyéni szinten egyaránt.
Külső szakemberek, de szakterületükön jártas, gyakorlott és tapasztalt szakemberek közreműködésével készült el a 15. kerületi klímastratégia. Az eredmény pedig magáért beszél. Rengeteg és sürgős tennivaló áll előttünk, ha érdemben és belátható időn belül tennénk azért, hogy közvetlen környezetünk élhetőbbé váljon. Számos olyan ponton kellene változtatnunk, ami rengeteg pénzbe kerül, de erre az önkormányzatnak nem áll rendelkezésére forrás. Az egyéni, vagyis a 15. kerületi lakosok lehetőségeiről nem is beszélve. Ami az éghajlatot ilyen majdhogy nem visszafordíthatatlanul, vagy a mai tudásunk szerint szinte visszafordíthatatlanul károsítja, az a széndioxid kibocsátás, az üvegházgázok, ugye metán széndioxid, de elsősorban a kerületre jellemzően a széndioxid kibocsátás, és ennek a 2030-ig a jelenlegi kibocsátás 60%-ára való mérséklése a cél. Én azt gondolom, hogy a 15. kerületben, ha nem is konkrét cselekvési terv, de általában tudományos igénnyel tudjuk azt, hogy mit kell csinálnunk. Ezek csak nagyon nehezen és nagyon hosszú idő alatt megvalósítható tennivalók, amiben az egyénnek is legalább akkora szerepe van, mint a mindenkori kormánynak vagy az önkormányzatnak. Sokat segítene, ha az agglomerációban élők a várost elérve tömegközlekedésre váltanának, vagy ha az egyéni vízfelhasználásban önmérsékletet tanúsítanánk, de természetesen ugyanígy segíteni a környezetterhelés csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, ha megfizethető és jogszabályban rendezett volna a háztartási energiaigénynek napelemmel történő kiváltása, vagy ha senki sem kényszerülne arra, hogy szénnel, fával, legvégső esetben szeméttel fűtsön, jelentős mértékben terhelve a környezetet. Nem lehetetlen a szemléletformálás, de szükség lenne hozzá a döntéshozók szilárd elhatározására, a zöld átállás lehetőségének megteremtésére és annak következetes támogatására, és persze rengeteg pénzre, ami sem állami, sem helyi önkormányzati szinten nem áll rendelkezésre. Ami viszont kéznél van és nem kerül semmibe, az az egyéni felelősségvállalás és tenni akarás. Szépen lassan tulajdonképpen a szemléletét kell átformálni a döntéshozóknak, a végrehajtóknak, illetve általában mindenkinek a kerületben, a tekintetben, hogy nyakunkon a klímakatasztrófa, és ez a mi döntésünk. És egyébként ez nem egy reménytelen dolog. Tehát gondoljunk csak arra, hogy 30 évvel ezelőtt minden járdát elárasztottak a kutyapiszok, és most már sokkal kevesebb van. 30 évvel ezelőtt hülyének nézték, de még 25 évvel ezelőtt is azt, aki a szelektív hulladékot külön gyűjtötte és elvitte a gyűjtőpontokra. Ma már, hogyha észreveszi valaki a szomszédon, akkor megkérdezi, hogy ugyan már Kovács úr, miért dobálja azokat a PET palackokat a kommunális hulladékba? És az új generációk, akik felnőnek, a fiatalok már egész máshogy állnak ezekhez a kérdésekhez, de egyáltalán az autózáshoz, egyáltalán a közösség és az egyéni közlekedés viszonyához, tehát szépen lassan lehet formálni a tudatát az embereknek. Lehet ugyan, hogy az egyéni lehetőségek korlátozottnak és csupán nagyon kis előrelépésnek tűnnek, mégis számítanak. Egy kis lépés is több a semminél, és minél többen teszik meg azt a bizonyos kis lépést, annál élhetőbbé válhat a világ. A plázákban megszokhattuk, hogy reggeltől estig szól a hangszórókból valami muzsika, az élő zene azonban újdonságnak számíthat vásárlás közben. Egy új hagyomány megteremtésébe kezdett a Csokonai, és két együttműködő partnert is talált ehhez. Új kulturális programsorozatot indított a Csokonai az újpalotai vásárcsarnokkal és az Ázsia Centerrel karöltve. A Zene a vásárban sorozat két hetente két helyszínen várja koncertekkel a vásárlókat és minden érdeklődőt. Az első alkalommal, bár az időjósok nem ígértek túl napos időt, az időjárás mégis megkegyelmezett, így mind a vásárcsarnok területén található tér, mind az Ázsia Center két szárnya közötti terület megtelhetett a zenekedvelő kerületiekkel. A muzsikát a balkáni, afrikai és latin ritmusokat ötvöző Peca zenekar szolgáltatta, és nem okoztak csalódást a közönségnek kvartett formációban sem. A sorozat április 29-én folytatódik, a vásárcsarnoknál 10 órakor, az Ázsia Centerben fél 12-kor várja majd önöket a Fröccs zenekar. Jövő héten kerül sor a bölcsődei beiratkozásra. Ahogy az óvodai és az általános iskolai beiratkozás esetében, úgy ennek is megvannak a maga feltételei és menete. Ezeket gyűjtöttük össze a kisgyermekes szülőknek.
A bölcsöde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Ha a gyermek a 3. évét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. évének betöltését követő augusztus 31-ig nevelhető és gondozható a bölcsödében, írja a gyermekek védelméről és gyermügyi igazgatásról szóló törvény. A 3 éven alul kitétel akár 20 heteset is jelenthet, ez ugyanis az alsó korhatár, amikortól a gyermeket a szülő intézmény felügyelete alá helyezheti. A bölcsödei beiratkozásra idén az április 24-i héten kerül sor. A beiratkozásnál szükség lesz a születési anyakönyvi kivonat másolatára, lakcímkártyára, tajkártyára, oltási kivonatra, illetve védőnői igazolásra, amely arról szól, hogy a gyermek egészséges és közösségbe mehet. Az egyes bölcsödék sajátosságairól a beiratkozásnál is érdemes tájékozódni, illetve tájékoztatni a nevelőket a gyermek speciális igényeiről. Egymásra lépni tilos címmel hirdettek pályázatot esélyegyenlőségi kampány keretében. A pályázatra képzőművészeti alkotással, kisfilmmel és irodalmi alkotással egyaránt jelentkezhetnek egyéni alkotók és alkotócsoportok. Idén 150 éve, hogy Buda, Pest és Óbuda egyesülésével megszületett Budapest. Az egész éven át tartó programsorozathoz az Egymásra lépni tilos kampány is csatlakozik fővárosi esélyegyenlőségi program következő 5 évre szóló tervének kidolgozásával. A kampány szervezői arra hívnak mindenkit kortól és nemtől függetlenül, hogy vegyen részt az esélyegyenlőségi program megalkotásában és üzenjen Budapestnek. Olyan pályaműveket várnak, amelyekkel a pályázók üzeneteket fogalmaznak meg a 150 éves Budapest új esélyegyenlőségi programja kapcsán. A feladat annak megfogalmazása, hogy a pályázó mit gondol fő feladatnak az esélyegyenlőség területén. Olyan alkotásokat várnak, amelyek bemutatják, hogy a pályázó szerint a 150 éves fővárosban mik a leginkább jellemző helyzetek, problémák, amelyekkel az esélyegyenlőség területén foglalkozni érdemes, de megmutatható az is, milyen az a főváros, ahol élni szeretne, ahol nincs hátrányos megkülönböztetés, kirekesztés, és ahol mindenki egyenlő esélyekkel rendelkezik. Pályázni 3 féleképpen lehet, képzőművészeti alkotással, kisfilmmel vagy irodalmi alkotással. Egy pályázott több, de legfeljebb 3 pályamunkával, vagy egy darab, legfeljebb 3 egymáshoz szervesen kapcsolódó elemből álló sorozattal nevezhet. A pályázat részletei és valamennyi feltétele az egymásralépnitilos.hu oldalon érhetők el. A pályamunkák beküldési határideje június 15-e. A jelek szerint végre valahára kitavaszodott, tartósan napsütéses, kellemes időnek nézünk elébe a hétvégén. A jövő hét első napjaiban azonban érhet még kellemetlen meglepetés. Szombaton a napos időt délután ugyan felhők zavarhatják, de számottevő csapadék nem várható. Helyenként élénk lehet a szél, de délutánra 17-21 fokig melegszik a levegő. Vasárnap is sokat süt majd a nap, csapadékra inkább csak a Dunántúlon kell számítani. A szél mérsékelt marad, a nappali csúcshőmérséklet a szombatihoz hasonlóan alakul. Hétfőre befelhősödik az ég, és több hullámban számíthatunk esőre, záporokra, helyenként zivatarokra. Élénk, időnként erős lehet a szél, a maximumok 15 és 22 fok között alakulnak. Műsorunkat keddenként feliratozva is sugározzuk. Köszönjük figyelmüket, jövő héten ismét várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!